Szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött erre a mai sajtótájékoztatóra, amelyet azért hirdettünk meg, mert a múlt hét végén zajlott a Globális Női Fórum 2018-as világkonferenciája, melynek keretében közel 1000 nő a gazdaság különböző szektoraiból, különböző döntéshozó pozíciókból érkeztek, és azokat az ötleteket, innovációkat vitatták meg panel beszélgetések keretében, amelyek előre vihetik a nők és férfiak közti egyenlőség ügyét, előre vihetik az egyenlő méltóság és az egyenlő bánásmód ügyét a különböző társadalmakban. Én magam egy olyan panel beszélgetés résztvevője voltam, amely a Macron, Emmanuel Macron nevével fémjezett En Marche, illetve Justin Trudeau nevével fémjezett kanadai liberális párt politikus nőivel vitázhattam, illetve beszélgethettem, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ordító a különbség a szabad világ két élharcosa, illetve Magyarország között. Ugye nagyon sokat beszéltünk már ellenzéki képviselőtársaimmal arról, hogy idehaza a különböző társadalmi csoportok hátrányos megkülönböztetésével hányadán állunk. Ennek volt az egyik olyan programja a Magyar Liberális Párt részéről, vagy a figyelemfelkeltő akciója az utóbbi hónapban zajlott jogtudatosság hónapja, amelyben a diszkriminációtól szenvedő társadalmi csoportok ügyével foglalkoztunk. Jelen pillanatban pedig a következő 4 lépéssel a nők esélyegyenlőségéért, illetve társadalomban betöltött szerepéért kívánunk küzdeni. Nagyon fontos azt elmondani, hogy a hiány egészen világos. A munkaerőpiacon a nők kevésbé tudnak itthon érvényesülni. A magas gazdaság és politikai pozíciók terén egészen síralmas adatokat produkálunk. A felső vezetésben, a gazdasági szektorokban mindössze 9% nőt találunk. A magyar parlamentben egyébként a László Kereszt nevű férfi képviselők nagyobb létszámmal képviseltetik magukat, mint a nők. Ez azt jelenti, hogy a magunk 12%-ával gyakorlatilag világstatisztikák végén kullogunk, nem csak a szabad világ statisztikáinak végén. Nem az ez egyetlen probléma. A munkapiaci helyzet az csak egy szimptóma, sajnos olyan társadalmi és kulturális terheket cipel ez a társadalom, amelyből sok minden más is következik. A családon belüli erőszak visszaszorításáért folytatott küzdelem sajnos a magyar kormánynak nem fontos. Nagyon hosszú ideje követeljük az isztambuli egyezmény ratifikációját. Erre vonatkozóan képviselőtársaimmal az ellenzéki pacsorokból közösen fogunk benyújtani határozati javaslatot. Az első és legfontosabb lépés a nők egyenlőségének eléréséhez az az, hogy legalább a saját otthonukban testi épségük biztosítva legyen. Amennyiben az áldozatvédelmi programok, illetve az igazságszolgáltatási rendszer nem áll be egy olyan helyzetre, ahol a nők, akiket a saját párjuk, illetve valamilyen családtagjuk fenyeget, akár testi, akár más értelemben, az egyszerűen nem biztosít tovább lépést. A második és legfontosabb pont az az, hogy a szülészeti erőszak felszámolásáért küzdő civil szervezetekkel fontos felvenni a kormánynak a kapcsolatot. Kásler Miklós nemrégiben kifejezetten lepattintotta a más állapotot a szülészetben nevű civil csoport kezdeményezőit. Ugyanakkor ezek a nők nagyon világos statisztikákat tettek le a miniszter asztalára arra nézve, hogy mi az állapot, amit fel kellene számolni az egészségügyi intézményeinkben. Fontos az, hogy a munkapiaci diszkrimináció felszámolására tett javaslatok azok nyilvánvalóan több rétűek. Első és legfontosabb javaslata, amely törvénymódosító javaslatként fog megjelenni a Magyar Liberális Pártnak, az a gyed szülők közti egyenlő arányok felosztása. Ezt állami ösztönzőkkel kívánjuk valamilyen módon helyreállítani, illetve valamilyen módon beállítani. Ez egy skandináv példa, itt látható az, hogy a nők munkapiaci diszkriminációja automatikusan kezdett el felszámolódni attól, hogy egy fiatal férfi gyedre menésének ugyanakkor a valószínűsége lett, vagy közel azonos, mint egy fiatal nőé. Nagyon sok hátrányos megkülönböztetéstől kímélte ez meg a nőket a munkapiacon, és hát nem utolsó sorban egyébként a hosszú távú mérnek statisztikákat, a nem fizetett munkák, tehát az otthoni munkák tekintetében elkezdte helyreállítani. Ezen felül pedig egy olyan ösztönzőt szeretnénk beépíteni a rendszerbe, amely
a magáncégek magánbölcsőde alapítási szándékait tudja segíteni. Itt mind az adminisztratív terveknek a csökkentése, mind pedig az adóvisszaigénés lehetősége, amiből finanszírozhatóvá válik akár egy-egy mini intézmény is. Nem akarunk meghatározni arra nézve minimum számot, hogy hány cégnek az összeállításából vagy az összeállásából születhetne egy-egy ilyen magánbölcsőde. Látható az, hogy az államilag finanszírozott ellátórendszerek rugalmassága messze elégtelen. Látható az, hogy a nőknek a munkapiacra, a bérmunkapiacra való visszailleszkedése az nagyon nehézkes, illetve a dinamizmustól nagyon messze van. Nagyon látványos az is, hogy minél messzebb él valaki a fővárostól, illetve minél kevésbé képzett, annál nehezebben tud megküzdeni a saját jogegyenlőségéért. Ezeket kívánjuk tehát intézmény, illetve jogi szinten felszámolni. Erről szól ez a 4 lépés, amit a mai napon bejelentek, illetve hát a következő nap eseményei ennek jegyében fognak telni. Amennyiben valakinek kérdése van, nagyon szívesen válaszolok.